Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez a kereszt. Jelentheti az ő hitét. Itt megvan nála az erős hit, az erős akarat. Ez a kereszt jelentheti azt is, hogy a sors utatok kereszteződött, tehát ez a találkozás nem volt véletlen, sőt, a sors utatok újra kereszteződni fog. Ez a kereszt jelenti a döntéseket is, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, talán megáll egy pillanatra, de elgondolkozik majd azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ezek változások, ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, vagy szeretne valamit változtatni a ti kapcsolatotokon. Ez a medve jelentheti az ő erejét, hogy be tudja bizonyítani magát, tényleg meghozza ezeket a döntéseket. De ez a medve lehet egy személy is, vagy egy nő, vagy egy férfi, aki parancsolgat neki, aki túl erős, és meg akarja akadályozni, hogy ő a közel jövőben komoly döntéseket hozzon. Hogyan érzi magát? Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek el tudják távolítani a félelmeket. De el tudnak bizonyos barátokat is távolítani, hiszen a kutya az jelenti a barátságokat. Lehet, hogy itt voltak nézeteltérések, volt egy kihívás, és ő úgy döntött most, hogy kimutatja az erejét. Lesz egy változás, és le tud zárni bizonyos kapcsolatokat. És mit fog tenni irányodba? Ez a levél. Ez egy hír. Jelentkezni fog nálad, és beszámol arról, hogyan döntött, hiszen a gólyák jelentik a változásokat, és ez tudatja veled, hiszen itt van a hír. El fogja mondani azt, hogy milyen kapcsolatokat zárt le, hogyan döntött, és hogyan tovább. Mi köt össze benneteket? Itt a mozgás. Ez lehet egy új irány is. A változások, hogy ami itt is látható, hogy lesz egy új kezdet, egy új irány, és itt előre mennek az események. Ez a kártya jelenthet mindent, ami mozog. Sport, autó, változások. Tehát ő valamit szeretne változtatni a saját helyzetén, lezár bizonyos kapcsolatokat, ami a baráti kört illeti, jelentkezik nálad, elmondja ezt, azt is, hogy valamit szeretne változtatni a párkapcsolaton, és ezek nem üres szavak, hanem bebizonyítja magát, itt van hozzá az ereje, és ebbe az irányba fognak előre menni a dolgok. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!